Van megafonom. Saját komolyan? Igen. Tényleg, na, akkor azt jobb álljunk. Na, akkor menjünk, most mit veszik? Szerintem mi? Tényleg, mi itt állunk? Ez tök jó. És indul. 10 órakor mozi meg! 11 órakor fellép Lakatos Mónika, Kossuth Díjas énekesnő. Hölgyeim és uraim, kedves közönségünk! 2023. június 10-e történelmi pillanat a futball históriájában. Ezen a napon ugyanis két bajnokok ligája döntőt rendeznek. E pillanatban elkezdődött tehát a 2023-as gyulai BL döntő a Manchester City és az Internacionale csapatai között. Az elején kicsit izgultam. A színpadon, mikor lejöttem, akkor kicsit szédültem is, meg remegtem is, de amúgy tökre belejöttem. Érdemes nekünk is megtapasztalni, hogy a helyi fiatalok mennyire tudnak itt dolgozni, érvényesülni, és nagyon ügyesen hozzá kell tennem, szervezték meg némi segítséggel. Foci, nagyon jó volt, élveztem, jó volt a hangulat, főleg a kommentátorral. Megnyertük ugye, nem is tudom mennyire már, de nagyon tetszett az egész. Jó, hogy volt ez. Eddig amúgy tök jó, nagyon összehangolottuk, már amúgy már szervezés alatt is, már úgy egyet már ismertük is egymást, és így még jobban összekovácsolottunk. Szóval ezzel a csapattal szerveznék ugyanúgy fesztivált. Országos mérföldköveink egyike, hogy minden régióban tartunk ilyen évzáró nyárköszöntő koncerteket. Hát ez is nagyon jól sikerült, itt a időjárás ellenére is szuper volt, hogy a szabadtéri színpadon lett volna először, és utána az iskola aulájában tartottuk. Nem baj, egyre családiasabb így a környezet, tök jó volt, nagyon-nagyon tetszett mindenkinek. Most 5 helyszínről vannak itt gyerekek. Az én hegedűseim, ők Csököről jöttek, meg Csököly környékéről, akkor még vannak Kadarkútról, Értényből, Gyulajról, ugye és Kaposvárról. Próbáljuk az ilyen hátsó padsoros gyerekeket megcélozni, akikkel nehéz az iskolában, akiket úgy emlegetnek, hogy a rossz gyerek. Nem nehéz, mert mindenki akar jönni általában, és belőlük csináltunk most egy zenekart. Ha megvalósul egy ilyen jellegű fesztivál, mint az Itt a világ közepe, az olyan sok erőt és hitet adhat a jövőre nézve nekik, amivel lendületet vesznek. Ahogy beértem a faluba, zsizsgett, vibrált az egész, mindenhol fehér pólós, csillogó szemű fiatal lányokkal és fiúkkal találkoztam, akik segítőkészek voltak, és szerintem ragyogtak attól, hogy megvalósult valami, ami eddig csak az álmuk volt. Mindenki azt hittálta, hogy senki nem lesz annyira jó, de kellemes csalódás, és eléggé jól sikerült. És sikerülni is fog. Remélem, legközelebb jövőben is lesz még.